Én ebben a könyvben a fotókat, amik hozok, ahol nincs aláírva, azt én fotóztam. Ma már nem lehetne fotózni, mert személyiségi jog, meg egyéb problémáik volnának az embereknek. Ezeket a szép embereket fotóztam. Itt van egy esztétikai érzés is, pontosan azért, mert mi mások vagyunk, mint Európa minden népe. És mi megtudtuk a morfológiai alakunkat épp úgy tartani, mint a genetikus tulajdonságainkat. A genetikus tulajdonságaink nem változnak. A mitokondriális DNS-nél gyönyörűen visszakereshetők, hogy honnan származik egy nép. Egy amerikai professzor valahogy úgy mondta el nekem a múltkoriban, hogy megy egy vezér, visz egy boton 50 fehér karikát és 50 fekete karikát. És minden 10 évben egy karikát ki kell cserélni. És akkor házasodnak, akkor lesz család, lesz mellékcsalád, és annak is lesznek unokái. És a számítógéppel mi visszakeressük azt az állapotot, azt az embert, akinek 50 fekete és 50 fehér karikája van a kezében. És ez nálunk bement Belső-Ázsiába. Gyönyörű szépen visszaszámolták nemzetközileg. Nem mi. Itt Magyarországon Béres Judit adta az anyagot, ő most Pécset van, aztán a Raskó István Szegeden van, jó genetikusaink vannak. Ők értékelték, tudomásul vették az anyagot, és egy csodálatos nemzetközi eredménynek lettünk mi, egy kimagasló pontja az, hogy ma magyarabb a magyarság, mint volt a 10. században. Egyetlen nép se mondhatja el magában Európában, ezt emelték ki. Nagyon nehéz ezek után megszólalni, mert rengeteg kérdés felvetődött bennem menet közben, főleg azzal kapcsolatban, hogy akkor ezek szerint ez egy olyan tudomány az antropológia, ami gyakorlatilag politikamentes, nem függ semmiféle politikai indítatástól, hanem itt tisztán a tudományról van szó, és tisztán arról van szó, hogy valamit vissza tudunk következtetni antropológiailag az embernek a fejlődése sorra, fejlődéséből. Én soha nem foglalkoztam tudománnyal, politikával, bocsánat, és éppen ezért én minden kori vezetéssel itt-ott ellentétbe kerültem, mert amit én mondtam, azok tények, és azok nehéz vitatkozni velük, úgyhogy nagyon sokszor nem estek össze az ügyeletes ideológiával, vagy a ügyeletes okosoknak az ideológiájával, ugye, de az öreg Smiles mondta egy angol, hogy az igazság van, a hazugságot kitalálják. Egy idő múlva nagyon szépen helyre kerülnek a népeknek a helye a nagy világban. Így a mi helyünk is most már helyre került. Nagyon érdekes a könyvben a professzor úrnak az, hogy a két kötetben, ugye azon beszélt is róla erről a rengeteg képanyagról, ami benne van, hogy tényleg az ember, amikor lapozgatja, akkor gyakorlatilag tényleg csak szép emberekkel találkozik benne. Tehát megdöbbentő az, hogy aki vidéken él és vidéken jár, az ezekkel az emberekkel, ezekkel az arcokkal, ezekkel a típusokkal bőven találkozhat. Ha majd itt egy kicsit majd rá lehet közelíteni a dolgokra, akkor majd így meg tudom mutatni majd talán néha egy-egy képet ebből a gyönyörű sorozatokból. Ami viszont kérdés fölmerült vele ezzel a dologgal kapcsolatban még, hogy van-e olyan, mondta professzor úr azt, hogy van a turáni nép, van a pamíri fajta, a turáni fajta, a pamíri fajta, és az összes többi, az az öt fajtából, van-e olyan, ami egyforma mindegyikben, antropológiailag, tehát olyan vonás, ami mindegyikben megtalálható, és mindegyikben ugyanúgy néz ki? Tulajdonképpen genetikailag van, hogy mind a öt típusnál, illetve négy típusnál, mert a Kelet-Baltinál nem, mert Belső-Ázsiában ilyen szőke-kékhajú emberek, szőkehajú és kékszemű emberek nem élnek. Ez a turáni, a dalföldi, a pamiri-tauri típus, mindegyiknél a genetika visszaviszi őket Belső-Ázsiába, ma török népek közé, mai török népek közé. Ugye én nem azért járok Belső-Ázsiába, és most már tanítványai, nem azért járok Belső-Ázsiában, mert a magyarok ősei ott élnek, vagy ott maradtak volna, hanem azért, mert ha a nagyapámat nem ismertem, akkor én elmegyek abba a faluba, ahol nagyapám élt,
és megkérdezem a szomszédokat, milyen volt a nagyapám, milyen állatokkal, milyen állatai voltak, milyen növényei voltak, milyen eszközei voltak, szerszámai voltak. Tehát én analógiaként megyek oda, ugyanis a törzsszövetség, a hun törzsszövetség, majd a török törzsszövetség tagjai közül sokan bennmaradtak. Mi eljöttünk onnan. De a törzsszövetség tagjainál a mi kultúránk megmaradt. Onnan hoztam zenét, a mi zenénket hoztam. Onnan hoztam Belső Ázsiából, hoztam a mi mesegyűjteményünket. Ugyanazok azok a tánclépéseink, mint a mieink. Ugyanazok az ételeik, mint a mieink. És amivel most legutoljára egy kicsit ellentétbe kerültem az ügyeletes okosokkal, ugyanaz a nyelvük. És itt azért nem vagyok nyelvész, és, de azért hagyd mondjam el, hogy a hivatalos emberek a genetikai záró vizsgálat után azt mondták, rendben van, genetikailag belső ázsiaiak vagyunk, de a nyelv. És ebben a pillanatban előszedtük a 1860-ban Iszfahánból előkerült török, illetve hun örmény szótárt. 1860-ban attól kezdve ismerik Magyarországon ezt. A elmúlt évben 20 évig kint volt a Detre Csaba nevű, szintén őrült, én csak őrültekkel barátkozom, aki 20 évig kint élt Iszfahánban, és nem a tengerpartra járt fürödni, és nem a bazárokba járt kereskedni, hanem beült egy örménykönyvtárba, Iszfahán valamikor a Perzsia, ma Irán fővárosa volt, és korán elterjedt a kereszténység, és 10 örmény kolostor van ott ma is, és ebből a 10 örmény kolostorból egynek van egy csodálatos könyvtára, és ott jegyezgette az örmény-hun szótárt. Na most ennek van Jerevánban, a örmény fővárosban van egy 6. száz, 5. századi, van egy 6. századi átirata, és van egy 9. századi török fordítása. A probléma itt az, teljes nyelvtanunk és a teljes szókincsünk benne van. Nem való, a finugó szavak is benn vannak, és nem valószínű, hogy Mao Tun, a nagy hun vezér vette volna át a néhány ezres finugó népektől a szókincset. Na de ez nem érdekel. Itt a lényeg az, hogy ugye a hunoknak volt, hát itt most hál' Istennek egyre inkább előkerül a rovásírás, az ősi, én mint inkább úgy mondom, hogy ősi írásunk, mert amikor én múltkor Erzsébetligeten tartottam egy előadást, és a rovásírásról beszéltem, egy 12 éves kislány odajön, és azt mondja a tanár úr, vagy rovás, vagy írás, vagy róták, vagy írták. És akkor rádöbbentem, hogy egy 12 éves tudja a különbséget, de mi nem tudjuk a különbséget. Tehát az ősi írásunkat, na most a nagy probléma, ami a publikálásnál most nehezíti a dolgunkat, mert faksimilébe akarjuk lehozni, egyik oldalt az örmény szöveg, másik oldalt pedig magyarra áttéve, csak mivel a hunoknak 27 mással hangzója volt, és mind a 27-ben volt 5 ligatúra hangzás, az összesen az 110 hangzójuk volt. Ezt a 110 hangzót átírták az örmények a 52 betűjükre, és nekünk az örmények 52 betűjét kell átírni 32 latin betűre. Az azt jelenti, hogy elvész az egyharmada, a kétharmada elvész, egyharmada marad meg. Tehát az a csodálatos, színes nyelv, amit őseink beszéltek, amit behoztunk a Kárpát-medencébe, hát azért van az, hogy a ligatúrát magasabbra tették északon, ugye a tótók és a felvidéki magyarok elvel beszélnek, és a ligatúrát lejjebb tették, és a Szeged környékiek mélyebben mondják ugyanazt, és őznek, és minden. Hát minden más a hangzónak a magánhangzós vonzata ötféle volt, és ezt nem lehet áttenni európai betűre. Hát itt van a nagy probléma a két világnak, hogy Európa betűvel írt, betűírás, görög-latin írás,
A mi írásunk egy ázsiai kultúrához tartozik,